Na, sziasztok fiúk és lányok! Emlékeztek még arra a videóra, amikor a 4-es metrót videóztuk? Ígértem nektek valamit, méghozzá azt, hogy amikor át fogják adni az 1-es villamos vonalat, akkor én ezt le fogom nektek videózni, és meg fogom nektek mutatni az új megállókat. Hát eljött a napja, tegnap adták át, és sajnos későn értesültem róla, mert nem közölték előre, mint a 3-as metró átadását. Csak a hírekben olvastam, hogy átadták az 1-es villamost. A gyerekek, ez nagyon nem tetszett nekem, mert nem így terveztem, ott akartam lenni az első induláskor, így nem lettem ott, így másnap, most így délelőtt elindulok arra, és akkor megnézzük a megállóit ennek az új 1-es villamos vonalnak, úgyhogy erre fog közvetíteni, tartsatok velem, irány Kelenföld vasútállomás. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta. Hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek bánó, bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta. Hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Na, egy hosszú utazás után megérkeztünk ide Kelenföld vasútállomásra. Egyébként a teljes menetideje most már az 1-es villamosnak így 50 perc lett. Na és akkor egy kis történelem órát tartunk gyorsan, hogy hogyan is alakult ez az 1-es villamos története. Ugye régebben a Könyves Kálmán körút egy nagyon picike kis körút volt, tehát nagyon kis vékony körút. Aztán elkezdték 1984-ben kiszélesíteni, de 1984-ig is közlekedtek villamosok a körúton, csak akkor több kisebb villamos kisebb szakaszokon, például a 33-as villamos közlekedett régebben, ami a nyugati pályaudvartól indult, a mai Váci úton ment végig, és az Árpád-híd metroállomásnál fordult rá az Árpád-hídra, majd ment a Bécsi út Vörösvári útig. Akkor ott volt még a 25-ös villamos is, ami a Tököli úton ment végig, majd aztán rákanyarodott ott az Ugló vasútállomásnál a Hungária körútra, és az egészen a Városligetig közlekedett. És volt még egy harmadik villamos is, a 36-os, ami a mai keleti pályaudvarról indult, majd aztán ahol most a 99-es megy, ott ment végig, majd aztán rákanyarodott a Könyves Kálmán körútra, végül a Közvágó híd előtt a Mester utcánál pedig rákanyarodott a Mester utcára, és onnan ment végig a Mester utcába, előtte viszont csak a Közvágó hídig közlekedett. Majd aztán 1984-ben elkezdték kiszélesíteni az Árpád hidat, ami ugye 1955-ben épült, és elindult rajta az első 1-es villamos, ami a mai Bécsi út, Vörösvári út, és természetesen a Lehel utca, Róbert Károly körút között közlekedett. Ekkoriban jutott ki az M3-as metró és az Árpád híd metroállomáshoz, és akkor ez teremtett kapcsolatot az új 1-es villamossal. Majd aztán évről évre elkezdték hosszabbítani ennek a 1-es villamosnak a vonalát, és ahogy mondtam az elején, kiszélesítették a Hungária körútat, ami által 2000-ben kijutott a Közvágó hídig, és egyébként 95-ben már átadták a Rákóczi hidat, és úgy tervezték, hogy egyszer majd át fog menni rajta a villamos. Erre 14 évet kellett várni, sőt, több mint 14-et, pontosabban 19 évet, hogyha 1995-től nézzük, de ha csak 2000-től, amikor kijutott a Közvágó hídhoz, akkor onnantól 14, illetve 15 év kellett ahhoz, hogy átjusson a Rákóczi hídon, ugyanis 2014-ben felújították ezt a villamosvonalat, ugye érkeztek az alacsony padlós villamosok, majd aztán 2015 elején jutott át az 1-es villamos a mai Rákóczi hídon, és így ért el az Eterút Fehérvári útig, amit nem fejeztek be, csak most 2019-ben, akkor jutott el ide a Kelenföld vasútállomásra, és nagyon sok videót láthatok fönt már róla az interneten, de még épülőben volt akkor, most viszont kész állapotban megmutatom nektek.
Na, itt a Volánbusz pályaudvar mellett hozták létre ezeket a kihúzó vágányokat, amik azért fontosak, mert ha kihúzó vágányok vannak, akkor gyorsabban és könnyebben tudják forgatni a villamosokat, és nem tartják fel a forgalmat. Ezáltal, amit látjátok, több villamos is be tud állni egymás mellé, négy vágány található, itt a négy tároló vágány található, és itt tudnak műszaki pihenőzni, illetve innen könnyebben és gyorsabban visszaforgathatják a villamosokat, és nem kell néznetek, hogy melyik peronról kell felszállni rá, ahogyan a Bécsi út Vörösvári útnál is. És elmondom nektek, hogy azért épült ez a visszafordító vágány, nagyon sokan ezt kitalálták, mert a 19-es és 49-es villamost is eredetileg ide akarták kihúzni, de aztán úgy gondolták, hogy arra most nincsen a költségvetés, úgyhogy a 19-49-es villamos maradt a vasútállomás épületénél, de elméletileg vannak tervek rá, hogy valamikor egyszer be fogják ide kötni. Ugye ez azért lett volna nehéz, mert ott nem bírták volna áthozni, és teljesen új utcába kellett volna végighozni az új 1949-es villamos, tehát át kellett volna tervezni az útvonalát itt a Szent Gellért templomtól egészen Kelenföld vasútállomásig. Mostanában kombinók közlekednek itt, ez köszönhető annak is, hogy ugye a 4-es-6-os villamos vonalon pótlás van, és nagyon jó dolog a BKV-tól, hogy ilyenkor ezeket a villamosokat nem pihenteti, hanem ezeket közlekedteti az 1-es villamos vonalon is, ezáltal most nem csak hétvégén, hanem hétköznap is alacsony padlós villamosok közlekednek csak itt az 1-es villamos vonalon. Tátrák egyáltalán nem járnak, legalábbis én nem láttam az 50 perces utam alatt egyetlen egy tátrát sem. És itt a Volánbusz pályaudvar mellett oldották meg, el kellett venni belőle a visszafordítót. Ugye régebben itt fordultak ki a buszok, most nem tudom, hogy oldják meg, nem járok én Volánbusszal, de biztosan meg tudták ezt oldani. Viszont, amit látjuk, itt azért a térkevezés nem oldották még meg, elvettek belőle, de még mindig ilyen csúnya maradt itt. Remélhetőleg ezt majd ki fogják javítani, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy végre jár az 1-es villamos. Viszont nagyon nagy szerepét akkor fogja csak elérni ez a Kelenföld vasútállomás, amit folyamatosan felújítanak. Közben fúj a szél, úgyhogy nem biztos, hogy hallotok engem. Nagyon idegesítő. Nem szeretem. Szóval, ugye 4-es metróval kezdődött, akkor kezdett el fölfutni ez a Kelenföld vasútállomás. Ugye amikor a 4-es metró ide kikerült, felújították a vasútállomást, az épületet kihagyták a felújításból, de legalább felújították a peronokat, majd aztán épültek irodaházak, és persze most már plázát is fognak építeni, de az 1-es villamost is most végre sikerült meghosszabbítani 2019-re. Így 5 év alatt sikerült az egész Kelenföld vasútállomást vonzóbbá tenni az utasok számára, a déli pályaudvarnál és a keletinél. De még mindig nem képes akkora forgalmat lebonyolítani, hogy ezek a belvárosi vasútállomások, illetve csomópontok. Közben egy kaffot látunk itt Kelenföld vasútállomásnál mindjárt beállni megállóba. Ide bírok, már nem tudom melyik vágányra jön. 3-asra fog befordulni. Pont egy ilyennel jöttem, csak aztán lerobbant. Puskás Ferenc stadionnál kiáltották a forgalomból, valami baja volt, aztán kombinóval jöttem végül is Puskástól, és amit látjuk, mellette a 4-es metrónak a járműtelepi épülete, így a Gyergyó-Tölgyes utcába fordították be a villamosokat, elfordították 90 fokba. Na és megoldották azt a csonkot, úgyhogy egy ilyen körbe kerítésezték, aztán ennyi. De szerintem kitaláltam, ez a vágány arra való, hogy majd egyszer, ha a 19-es villamos el fog idáig közlekedni,
és bekötik ide, akkor szerintem ez lesz az ő vágánya. És abba az utcába kellene haladnia. Ez megint fúj a szél. Szóval abba az utcába kéne haladnia, de ehelyett most arra áll meg valahol. Bártfai utca megállónál vagyunk, és amit látjuk, a szokásos egyes villamosos megoldás helyett most egy modernebb megoldást alkalmaztak, ugyanis nem egy egész ilyen dobozkát tettek ide, hanem ezt az üvegfelületet támaszkodóval, illetve egy nagyon picike kis táblát tettek ide, ez bőven elég arra, hogy a fontos információkat kiírják rá. De egyébként a szerkezet, megálló szerkezete az hasonló a többihez képest, úgyhogy ez nem olyan meglepő. Bár ez nem egy fontos megállóhely, de gondolom a panelban, akik laknak, illetve akik laknak, azoknak biztos nagy segítséget jelent. Ez már akkor se volt egy fontos megállóhely, amikor még a piros 173-as busz közlekedett itt. Emlékszem még arra az időre is, és gyerekkoromban sokat utaztam erre, ugye Kelenföldön szálltam már föl akkor is a vonatra, amikor mentem le Balatonra vagy valamerre, és a Újpalotán laktam, és a piros 173-asra gurultam végig ide Kelenföld vasútállomásig, amit régebben csak simán Eteletérnek hívtak, aztán nevezték át Kelenföld vasútállomásnak, amikor rájöttek, hogy a vasútállomás jelző az sokkal fontosabb, főleg egy turista számára, aki vagy egy vidéki számára, aki nem tudja, hogy ott egy vasútállomás van, egy Eteletérből nem jön rá. És egyébként még átadták már a villamosvonalat, még mindig dolgoznak munkások folyamatosan, és nézik, hogy minden rendben működik-e. Folyamatosan felszedték ezeket az aknákat is, és folyamatosan belenéztek, elektromos hálózatot ellenőrizték, illetve azt, hogy tényleg elfér a villamos. Közben megvárjuk, mert jön egy Siemens kombinó a Bikás Parktól. Érdekesség, hogy a villamosvezetők még félve nyomják ezen a szakaszon, és van is oka arra, hogy félve nyomják. Egy azért, mert ugye az itteni emberek, illetve akik egy hosszú nyaralásból jöttek vissza, nem szoktak még hozzá, hogy itt villamos jár, ezért nagy valószínűséggel véletlenne, hogy kimásszanak a villamos elé. Kettő pedig az, hogy még nincsen annyira bejáratva ez a villamossín. Ugye, hogy tudjátok, homokszórással szoktak fékezni, illetve még annyit mondanák, hogy mivel új a sín, tehát nincsen még lekopva annyira, ezért nagyon csúszik, és érezhető volt, amikor jöttünk a villamossal, hogy alig bír a villamos megkapaszkodni, alig bírtunk közlekedni. És tényleg a villamosvezető is egy kicsit félve nyomta, mert volt olyan autós, akinek újdonság volt, most vagy azért, mert először jár a környéken, vagy tényleg egy hosszú nyaralás, utazás után jött vissza, és most meglepődött, hogy úristen, most hirtelen villamos közlekedik itt. Úgyhogy erre kell készülni. Megyünk még a Bikás Parkhoz, azt megmutatom nektek, aztán szerintem ennyi lesz ez a videó. Na, közben úgy döntöttem, hogy sétálok egyet, és nem a villamos választom, ami egyébként most megy el. Csak ilyen szép időben sokkal jobb sétálgatni, és ez a Fasoresz, a Bártfai utca és a Bikás Park között kifejezetten tetszik. Tényleg egy gyönyörű látképet ad az egésznek. És ugye sokan, akik itt laknak, attól féltek, hogy hatalmas lesz a zajterhelés, és hogy ők nem fognak tudni aludni a sincsikorgástól. Elárulom nektek, most jöttem egy fél órája, és én egyáltalán azt se hallom, hogy jön a villamos. Olyan halkan közlekedik, ez köszönhető annak, hogy nem betonon megy, nem aszfalton, hanem tényleg füves pályán. Tehát egy az, hogy tényleg környezetkímélő és tényleg nagyon csendes. Úgyhogy igazuk volt ebben, sikerült megcsinálni ezt.
és egy soha nem látott kép. Idáig. Kaf, egyes villamos haladát. Fehérvárin. És ott egy 17-es rövidebb kaf. Na, és itt van még egy érdekesség, amit nem tudtam én sem, hogy miért van. Tegnap olvastam róla, hogy itt az Etelút Fehérvár út sarkánál miért túrták föl itt hónapokkal ezelőtt ezt a területet. Azért, mert ide korszerű föld alatti áramellátó rendszert telepítettek, ami képes az egyes villamos áramigényét kiszolgálni, illetve még pluszba a Fehérvári úti villamosokét is. Tehát ez egy ilyen generátorként üzemel körülbelül. Na és több érdekességet úgyse fogok tudni nektek mutatni, így jártak, nézzétek meg, de egyébként nem hiszem, hogy ez sok embert érdekel, csak azokat, akik itt laknak, és látszik, hogy van is kihasználtság. Érdekesség, hogy a 103-as busz még megmarad egy ideig, a társadalmi egyeztetésnek még nincsen vége, de amint vége van, akkor fogják eldönteni, hogy mi lesz a sorsa. Addig is párhuzamosan fog közlekedni az egyes villamossal, és ha jól tudom, az éjszakai buszokat is meghosszabbítják, 901-es ideig ki fog járni Kelenföld vastállomásig, illetve a 103-as elsőajtós felszállású menetrendű lesz. Nem tudjuk, hogy lesz-e kihasználtsága, mert amint láttam, az egyes villamoson többen utaznak, de azért ők tudják ezt. Tényleg, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, feliratkozni a csatornára, és bekapcsolni a harangot, mert csak így kapsz értesítést, ha jön újabb videó. Ha még szeretnél tőlem videót nézni, például meg szeretném nézni, hogy az elveszett 10-es villamos, tehát a régi 10-es villamos hol közlekedett, vagy az egykori vízafogói vasút, akkor az áróképernyőn kattints a videóimra. Ha pedig más dolgokban szeretnél, vagy érdekelt, és más szeretnél nézni, például, hogy hogyan segítenek az emberek, és hogyan igazítottak útba, egyáltalán szóba álltak-e velünk, vagy ha turisztikával kapcsolatos, hogy fedeztük fel Szentendrét, akkor viszont a csatornámra kattints, és akkor válasz ki a megfelelő videót. A következő részben találkozunk, addig is sziasztok! Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Váró járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek váró bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Váró járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza.